Oké, üdvözlök mindenkit, örült a God of War végigjátszásában, folytassuk is ott, ahol abbahagytuk. Ugye az előző részben egy epikus csatában legyőztünk egy sárkányt, a hegyre felfelé menet, onnan fogjuk folytatni, tartsatok velem. Meg kell ezt nézni, hogy ugye minden fejlesztésünket elmentette a játék, mert ugye fejlesztettük a Leviathan fejszét, meg egy pár képességet is vásároltunk. És ugye most már, ha kapunk XP-t, nem új képességként fogunk vásárolni, hanem a rúna támadásokat kellene fejleszteni még egy-egy szintet, mindazt a forgó támadást, mindazt a dobbantósat, ami fagysebzést okoz, az meg mind XP kell. Nézzük csak. Igen, megvannak, megvettük. Hogy mondja ez? Wow! Hogy mit csinál ezt te? Cool. Feels like it wasn't that long ago we were hunting deer. Now we fought dark elves, trolls, an ogre, and a dragon. I feel like we could be anything. We win because we are determined, disciplined, not because we feel ourselves superior. Sure, I know. It's just, it feels good to be strong, you know? Yes, I know. Na, folytassuk utunkat. Parazita lidérc, mint a lidércek nem lennének amúgy is elég idegesítőek, úgy tűnik, hogy ez a fajtájuk meg tud szállni más lényeket, és erősebbé teszi őket. Van a megszállt lénynek bármi hatalma is a tevékenység fölött, vagy egyszerűen valamilyen borzalmas éberrém álom csak bebesnek, még rágondolni is rossz.
Okay. Ezek a lidécek mindent megtesznek, hogy megszálljanak más ellenfeleket, sokkal erősebbé téve azokat az ellenségeiket. Mocskos kis szarcsimból. Cool. Robban? Azt hiszem robbanni fog. Töltözést. Hail Weekend, ez egy weekend, de hallott szóval Hail Weekend, ez a Hail járó éppen olyan erős, mint Shellier párja, vagy talán még erősebb. Megint véletlenül nyomta be ezt a... Rina Runa. Okay. Look for Runa. Okay.
Itt a fején, ahol ott van a kristály, jó. Ja. Aha. Aha. Jó, nem azt nem tudom, amit kellett volna. Na, tudod most, hogy fogunk oda jutni, gyermekem? És azt nem tudjuk ezzel kirobbantani? Ez még érdekelne. Hoho, hát dehogy is nem. Hát dehogy is nem. És majdnem itten hagytuk. Look here. This one's called Emi. Mother tried to tell me this one, but I think I was too young. Are giants coming out of his armpits? I think that might be Odin's dagger. Találd meg az összes Jötmen oltárt. Az itt valami jó kis cucma lesz itt. Ez elég zavaros. Hírmin volt az első óriás, és dolgok ugrottak ki a testébe. Nem csak más óriások, de szélfák nap, talán törpévé változó hernyók. Aztán Odin megölte, de honnan jött? Azt hittem valami jó lesz. Oké. Na, ez viszont jó lesz, hogyha ki tudjuk kulcsolni. Ja, keressük meg a rúg. Jaj, de jó. Ilyász, olyan, mint az árnyak egyike, de úgy használja a jeges varázslatot, mint a lányzsát dobna, bizonyára héljáró ez is. A növedékei gyorsok, de nem okoznak kábulatot. Ha lerohanjuk őket, akkor hamar kivonhatjuk őket a forgalomból. Megint. Parazita Lidérc, ha elkábítom, hogy megölünk egy megszállt ellenfelet, azzal kiűzzük az őt megszálló Lidércet. Good. Törtözist. Good. Hozzunk olyan cuszmót ide. Akadj bele a falba, testvér. Mr. Nagy Hadász. Mire is voltál kíváncsi? A hosszú kegyetlen háború itt esett el a Ván, szerintem a Vén Nerthus, akit Magna és Modi Thor fiai öltek meg. A Jötunok tanulja a hosszú háború kegyetlenségének, nem győznek sem az ázok, sem a vánok, az előrelátható, de mi marad Midgardból, miért leteszik a fegyver? Az óriások békét akartak, nem csoda, hogy annyira szerették Tírt.
Cool. De... eddig egy rúna nem sok annyit nem találtam, de mindegy. Én nagyon kiszeretném itt azt a ládát, hát ha az életerőnk növekedne már. De láttok ti itt egyetlen egy darab rúnát is valahol? Vagy csak én vagyok ilyen vaksi? Itt nincsen rúna, az biztos. Odalent. Hát menjünk tovább, mert itt én nem látok rúnákat, gyerekek. Próbálom figyelgetni. It's getting cold. We must be near the top. Hé, várj, az ott már kimegyünk a világból. Hát akkor hol vannak itt a rúnák? Azoknak szerintem itt kéne lenni ezen a helyen, úgy gondolom. Egy fia rúna nem sok annyit nem lát. Ó, ott van, ne, szemem előtt. Okay. Szóval itt vannak. Itt vannak valahol. Beleolvadva a környezetbe. Ha én rúna lennék, ott a havas John féle mezőbe is elbikálnék. Ha én rúna lennék, vajon hová bújnék? Jó messzire elmennék. Hogy ne látszódjék. No. Rúna. Egy fia rúnát nem látok ott, de mindegy. Egyet majd nézem, megtaláltunk.
itt a Brunát. Az. Dobjunk arra bigyóra egy olyan valamit rá. Hát ennyit tudtam tenni az ügy érdekében, jó lett volna, de hát én nem találom a többi rúnát. Atreya, to me. Okay, I'm coming. De menjünk fel. Fought the dragon. It's all right. I can hold it. Stop. Broken quiver will slow your draw. Pain we endure. Faulty weaponry we do not. This will do for now. Good. Good. Go. Ha majd mindjárt visszamegyek azért az éjjel. Steady boy. Mind your footing. Na még egy próbálkozás. Engem érdekel az a láda, mi van benne. Megtalálni az izét. Hozzátartozó rúnát. Egyet megtaláltunk. Hol lehet a többi gyerekek? Hol? Az nem runout szerintem, nem. Mit találtál? Hát hova rejtették el azokat a köcsög rúnákat, de komolyan. Ott van egy, nézd csak. Az nem rúna. Oda dobok egy ilyet, mert ez nekem gyanús. Hát nem nyert. Ott sincs róla. Ezt vissza tudom húzni. Ó, hopp.
persze. Na. Fogadjunk, hogy itt lesz a luna másik fele. Igen. Itt az egyik luna. Itt egy láda. Érdemes volt itt visszajönni. Wow! Lehet az úgyse a rúna. Vaj. Vaj, 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 hol az úgyse a rúna? Háromból kettő megvan. Arra lennék kíváncsi, oda le hogy tudunk menni, mert lehet, hogy ott van a harmadik rúna. Biztos, hogy itt van valahol. Az ott a nékem marhára gyanús. Fent. Az a rész. Ott a rúna, nézd meg a mocskossát. Na.
Na nézzük, mi van benne, ha már ennyit szól. Az bizony. Ho-ho-ho. Na gyerekek, ezért megérte szenvedni. Növekedett a maximális életerő szintünk. Ezt kellett volna itt hagyni. Na, oké, most már mehetünk fölfele. Mi van? Az életerő csíkunk azért szépen megnövekedett. Oké. Töltözés. Életerő, egészség. Jó, mindig vannak. De minek nyomta be megint? Minek? Teljesen felesleges volt. Ez az egyedüli zavaró, hogy ezt így benyomkodja. Fenékig megtalált kupák. Hogy tudjuk ezt kinyitni? Let's come back. You hear those voices too, right? Yes. Be silent. Is the drunken raid on the ground actually getting drunk? You know why we're...
sounds like the same man who came to our house. You said you killed him. Shh. You've not company this time. Must be important if the sons of Thor deign to grace me with their presence. Tell me, you two still tripping over yourselves to impress Daddy? The tattooed man tracks show he now travels with a child. Where would they go next? Why would I know that? You're the smartest man alive, aren't you? Smarter than all the dead ones, too. You help me, I help you. Tell me where they are, and I'll talk to Odin. Your father won't let me go, Baldur, and he won't let you kill me. You have nothing to offer me, so take your questions, take your threats, take these two worthless wankers, and piss off! When no one's looking, we'll be back for your other eye. Don't you forget, we're everywhere. We really are, aren't we? Baldur, Baldur, az egyik ázisten Odin fia Thor testvére odajött a házunkhoz, harcolt apámmal, és apám megölte, vagy legalábbis mi így gondoltuk, feltetok, nem érez fájdalmat, és most ránkodászik az unokaöccsével, de nem tudjuk miért. Nem tudnak valahogy esetleg fölmenni? Most lóval maradtunk itt. Hova menjünk fel? Lefele. Oké. Okay. I see. Ah, the very topic of conversation. A tattooed man traveling with a child. We took that path, make sure we're all alone. But we just saw them leave. Do as I say. He doesn't know what you are. I would keep it that way. Who are you? Me? I'm the greatest ambassador to the gods, the giants, and all the creatures of the Nine Realms. I know every corner of these lands, every language spoken, every war waged, every deal struck. They call me Mimir, smartest man alive. And I have the answer to your every question. Why does the son of Odin hunt us? Okay, there are a few gaps in my knowledge. But Odin's had me imprisoned here for 109 winters. I'm a clever lad. I can piece it together. Promise. Given time. Nobody there, just like I said. The boy's mother is dead. She wished her. She wanted us to spread her ashes on the highest peak in all the realms. Oh, then you've come to the wrong place, little brother. The highest peak in all the realms is not here in Midgard. It's in Jotunheim, realm of the giants. No! I could not be what she meant. Take a look. This is the last known bridge to Jotunheim in all the realms. See that mountain? Looks like a giant's finger scraping the sky. That's the highest peak in all the realms. No here. Can we just take that bridge? We have a Bifrost. When the giants destroyed all other bridges to their realm, they locked this one up with a secret rune. If it still exists, only a giant would know it. And all of them left Midgard a long time ago. True. But today, the winds of fate have kicked up a strange vortex of coincidence. Fact is, there's only one person alive who can get you where you need to go. And luckily for you, my schedule's wide open.
We're going to Jotunheim, right? It's your best and only move from a tactical standpoint. It's the one place the man who cannot be killed won't follow you. What do I do? Yes! First, you need to cut off my head. Wait, what? Odin made sure that no weapon, not even Thor's hammer, could free my body from these bonds. But fortunately, you don't need my body. The trick is, we need to find someone who can reanimate my head using the old magic. Old magic? There's a witch of the woods. She knows the old ways. And she'll help. She might do worth a try. But if she fails, it will be dead. He tortures me, you know. Every day, brother. Odin himself sees to it personally, and believe me, there is no end to his creativity. Every single day. This isn't living. Very well. Oh, I can't watch this. Brother, in case you can't resurrect me, there's something you need to know. Boy, the longer you wait to tell him his true nature, the more damage you do. He will resent you, and you may lose him forever. There is much about me I will not have him know. So you value your privacy more than your son? I'm going to cut off your head now. Fair enough. Azt igen. Jotunheim, we're going to Jotunheim. We're going to find the long lost realm of the giants. That's inconvenient. Yeah, that's just what I was going to say. Nincs semmi más. Itt a melyke mind a boszorkányhoz. Oké. Okay. Mi érdekességet rejtek? Két darabok. Hát gondolom, itt kell visszamenni. Do you remember the way to the witch's house? Yes. The woods with the blood red leaves. South of the lake. I know just where to go. I hope she made it back from Alfheim and can bring Mimir back. He seemed nice. Before you cut off his head. Yeah. Ó, ez a 406 ezüst. Szóval itt tudunk utazgatni. Ide. I can't believe it was Baldur that came to our house. The Aesir. Baldur! And you fought him! And won! Yes. One of Odin's sons, Thor's brother. And now he's hunting us with his nephews. Why is this happening? If we can raise the head, you can ask him. Okay. You know, it's silly, but I secretly hope we find a giant somewhere in that mountain. I guess they really did leave Midgard, except for the serpent. Maybe the last of his kind.
Are you the last of your kind too? Is that why you don't like to talk about my kind? I mean, your family. Before mother. Where you came from. Mother, father? Now is not the time for that. Yes, sir. Screeching at you whenever you're twiddling your short and curlies. Leave it, boy. No, perhaps. Well, you already soiled my solitude, so you may as well join me. You're not hungry. Good. It's not what I was offering. Saw your brother again. Congratulations. And I'm sure you'll let him go and Roger my axe good and plenty again. Let's see the damage. Egyik a másik ellen mindig javít rajta egy kicsit. Little canker throat wouldn't know proper weight and balance if it were dangling off his chut. You eating well enough? I guess. Good. Over. Now what the fuck else? Huh? Whoa. Times he gets so wrapped up in his work since he hasn't the sense to sip or sup. And if he does remember, good luck getting him to cook his own meat. Guess I got all the stomach in the family. Along with the smarts. You miss him. What, that spit pister? What do you do? I just need him. Do you mind? Trying to concentrate here, already on a break from my break. Hey, where's your beast of burden? What do you mean? I ate it. That bits of her up just a while ago. What? Her milk ran dry. She was your friend. Then she'll be happy I'm so well fed. Shit bricks, boy, you had a real cinnamon streak, know that? Don't get yourself confused out there. I'm getting back to you. Now you're talking. Ilyeneket most nem készítünk. Suit yourself. A fegyverekbe kéne ezeket fejleszteni, nyört fergetegét. Mindig nincs elég tapasztalatunk. Ezt viszont tudjuk, Ivaldi üllőjét. Very good. Érdekes, hogy ezt még lehet fejleszteni. Igen, csak a kettes szinten van. Good. Képességekből. Az mi? Egy második kombinált csapás kiváltás fordított alapállásban nyom meg az R1 gombot. Micsoda? Egy támadás? Köszönöm.
Jó, ezek megvannak. Na, alakulunk, gyerekek. Innen fogjuk folytatni. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Sziasztok!